Fegyelmezetten hallgatják a diákok a testnevelés óra elején a jelentést, majd felbomlik a sor, és a gyerekek maguk szedik ki a zsákokból az ajándékba kapott szivacs kézilabdákat. Az Országos Szövetség célja, hogy már a legkisebbekkel megismertessék a sportágat, a tehetségek pedig ott maradjanak a kézilabda pályákon. Ennek a folyamatnak az első lépése a szivacs kézilabda, a Vármegyei Szövetség pedig a játékhoz szükséges sporteszközök átadásával igyekszik hozzájárulni ahhoz, hogy a Szent Imre is felkerüljön a sportág térképére. Jelen oktatási intézménytől kaptunk egy felkérést, és nagyon szívesen tettünk neki eleget, hiszen abban kértek segítséget, hogy szeretnének a kézilabdát beindítani az iskolában, szerettek volna szivacs kézilabdánkat kapni, és mivel az első lépéseknél ott lehetünk, nagyon örültünk, hogy eleget tudtunk neki tenni. 10 évvel ezelőtt volt egy változás egyébként a Magyar Kézilabda Szövetség gondolkodásában, és azt mondta, hogy a teljesítménykényszer helyett egy sokkal élményalapú kézilabdát szeretne adni a gyerekeknek. Ezért 2013-ban elindult a kézilabdázás program az iskolákban, amivel szeretné a Magyar Kézilabda Szövetség az iskolákban egy minőségi kézilabdázást elindítani. Az intézmény létesítmény helyzete lehetővé teszi azt, hogy a diákok több sportágban is kipróbálják magukat. Az iskola vezetése fontosnak is tartja a rendszeres testmozgásra nevelést. A Szent Imre életében rendkívül fontos a rendszeres testmozgás, és ehhez tartozik a kézilabda, és ahogy a tanórákon is folyamatosan kézilabdáznak a gyerekek, igazán a sport megszeretetése az egyik legfontosabb célunk ezzel a kézilabdával, illetve az, hogy mivel labdasportról van szó, csapatsportról, egy közösség is kialakul, és a közösség formálásnak is óriási ereje van ebben az eseményben, vagy ebben a kézilabdázásban. Ez a korosztály, akiket most is láthatunk a háttérben, őket rendkívül könnyű elvenni, hiszen ahogy a tanórákról kijönnek egy testnevelés óra keretében, alig várják már, hogy mozoghassanak. Minél idősebbek, annál nehezebb, hiszen a digitális világ is magukba szippantja ezeket a gyerekeket, tehát onnan egy kicsit már nehezebb, de próbáljuk azért motiválni őket, hogy minél többet töltsenek sporttal. A testnevelés órán a gyerekek az ajándékba kapott szivacslabdás segítségével el is kezdték az ismerkedést a sportág alapjaival.